Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz. Mózes tanító székében az írás tudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg, és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt, elviselhetetlen terheket kötöznek össze, és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják ima szíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a fő helyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hivassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindannyian testvérek vagytok. És tanítónak se hivassátok magatokat, hiszen egy a ti tanítótok, Krisztus. Aki a legnagyobb közöttetek, legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, őt megalázzák. És aki önmagát megalázza, őt fölmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Mi a korabeli farizeusnak és írástudónak a gyöngéje? És amikor ezt a kérdést föltesszük, természetesen nem a korabeliekről beszélünk, hanem magunkról. Ezt tudjuk, csak mégis ki akartam ezt hangsúlyozni, és azt is, hogy akik itt az első sorban ültök, remélem nem esett nektek rosszul az evangélium. Mert azóta eltelt 2000 év, mintha fordult volna a kocka, akik elől ülnek, őket illeti a megbecsülés. Mert hátul ülni állni sokkal könnyebb és egyszerűbb. De most ez csak egy mellékmondat volt, mert közben a kérdésünk így szól, hogy akkor tulajdonképpen mi a farizeus és az írástudó gyöngéje? Az, hogy Istent és az embertársait arra akarja használni, és ezt meg is teszi, hogy a közösségben betöltött szerepét, helyzetét, státuszát általuk biztosítsa. Tulajdonképpen nagyon röviden összefoglalva erről van szó. De nem akarok igazságtalan lenni a korabeli farizeusokkal, írástudókkal és tanítókkal szemben, mégpedig azért nem, mert ha jól emlékszem, valahogy a tanulmányaimban úgy hallottam én ezt, hogy 2000 évvel ezelőtt mennyire természetes volt a kölcsönös függőségben lévők társadalmi berendezkedése. Vagyis egy olyan társadalmi működésmódban, ahol kölcsönösen és nagyon alapvetően és nagyon meghatározó módon mindenki mindenkitől függ, és valaki ebből a kölcsönös függőséggel átszőtt társadalmi működésből kiesik, hogy tulajdonképpen kiesik az életből. Tehát az, hogy valakiknek 2000 évvel ezelőtt az volt a törekvése, hogy őket megbecsüljék és tiszteljék, hogy legyen komoly státuszuk, és ezáltal az életüket biztosítsák, ezt egyébként az emberi társas természetből minden további nélkül érthetjük. Tehát nem az emberi természet leértékeléséről van most szó, vagy valamiféle lebecsüléséről különböző működésmódoknak, hanem sokkal inkább annak a kidolgozásáról, hogy itt mégiscsak történik valami olyasmi, aminek nem kellene történnie. Még abban a társadalmi működésmódban sem. Ez pedig az, hogy tudatosan vagy nem akarva, akaratlanul elkezdjük Istent használni arra,
hogy Isten által megerősítsük a pozíciónkat, hogy Istenre hivatkozva legitimációt szerezünk arra nézve, hogy az emberek hogyan lássanak bennünket. És ezáltal biztosítsuk az evilági javainkat. És közben az embertársainkat is kihasználjuk és fölhasználjuk arra nézve, hogy ők valakinek és valamilyennek lássanak bennünket, és akkor ezáltal meg tudjuk magunkat erősíteni abban a szerepben és pozícióban, amiben éppen vagyunk. Ez nagyon egyszerűen a kiindulási pont. És mit jelent akkor ennek, mi a következménye? Az, hogy akkor a korabeliek, írástudók, farizeusok, köztiszteletben álló emberek hivatják magukat valakiknek és valaminek, és másokat arra használnak, hogy ahogyan ők magukat hivatják, ezáltal ők maguk is valamiféle szerepbe tudjanak kerülni. Nem tudom, föltűnt-e nektek az, hogy végig a mai evangéliumban így szól a mondat, hogy ne hivassátok magatokat mesternek. De arról nem szól semmit az evangélium, ha valakit mesternek hívnak, akkor azt rögtön ki kéne kérnie magának. Nem arról van szó, hogy ha valaki azt mondja egy tanárnak, hogy tanár úr, akkor itt nagy baj van, és a tanár úrnak azonnal ki kell ezt kérnie. Vagy valakit leatyáznak, akkor rögtön a papnak azt kéne mondani, hogy nehogy engem atyának hívjál, hát ez szörnyű. Hanem arról van benne szó, hogy te ne hivasd magad annak, ha nem ugyanaz. Megengedhetjük azt, hogy bárki, bárkit így vagy úgy hívjon, de nem hivatom magamat annak. Megengedem, hogy valaki így lásson, de nem állok oda a másik ember elő, hogy azt mondjam, hogy engem te lássál így. Na ez a farizeus gyöngéje, hogy ő odaáll a másik elé, és azt mondja, te engem lássál így. És nézzél így, tartsál ennek és annak, és nevezzél ennek. Az nem ugyanaz. Az ember megszólítják valahogy, és erről csak egy picike élményem, meg különben nehogy belefulladjunk a nagy komolyságba, mert az élet nem csak komolyságról szól, és szerintem egy vasárnapi istentisztelet sem a komolyságról szól kizárólag. Elmentem előadást tartani valahova, ott kedvesen a portás úr azt mondja nekem, művész úr, ott van, ott az öltözője. Hát egész biztos nem hivattam magam művész úrnak, de mondjuk meglepődni meglepődtem, hogy sose gondoltam, hogy ilyesmi velem megesik. Szóval az két különböző dolog, hogy mások mit mondanak, és hogy minek hivatjuk meg, akarjuk láttatni magunkat. Hát akkor visszatérek ide, hogy mi akkor a farizeus gyöngéje. A farizeus gyöngéje az valójában, hogy nem látja Istent. Hát nem látja Istent, hát, mert hogy szól a fölkiáltás az evangélium lapjairól? Én Uram, én Istenem. Most ha én Istent használni akarom arra, hogy általa én a saját státuszomat, szerepemet, kiválóságomat bizonyítsam mások előtt, akkor hol van ez attól, hogy én Uram, én Istenem? Akkor én használom őt, nincs benne én Uram, én Istenem. Isten fölhasználása van. De a farizeus nehézség az, hogy az embertársait se látja. Hát nem látja őket, mert nem látja, hogy szenvednek mindattól a működésmódtól, ahogy ő működik. Hát ezt olyan terheket kötöznek össze, azt rárakják a vállást, akkor azt csináljon, amit akar. Akkor az azt jelenti, hogy a farizeus a másik embert se látja, nem csak Istent. Hát nem látja a szenvedését se. És a harmadik, csak a farizeus saját magát se látja. Hát végül persze, hogy nem látja saját magát, ma látná saját magát, ezt az egészet nem csinálná. Ha jól látná magát, nem csinálná ezt az egészet, de nem látja magát se jól. És akkor mi következik ebből? Azt, hogy Jézus milyen finom, hát az a finomság egyszer hihetetlen. Amikor azt mondja, de hát ti ne hivassátok magatokat atyának, mert egy a ti atyátok a mennyei. Akkor ezzel nagyon finoman az írástudókra, farizeusokra és a nép véneire milyen utalást tesz. Ha látnátok Istent, mint mennyei atyát,
nem hivatnátok magatokat atyának. Ha életetekben egyszer is rácsodálkoznátok arra, hogy az Isten az én mennyei atyám, abban a pillanatban éreznétek, hogy mi az, hogy Isten a mennyei atya, és hát, hogy akkor magunkkal kapcsolatban rögtön levonnánk a következtetésre, ez csak a szerényen, meg finoman. Hát, ha más teszi, hát én nem bánom, de hát... Amikor azt mondja, hát egy a ti mesteretek én, ugye? Hát egy a ti mesteretek Krisztus. Ha valaki életében egyszer rácsodálkozik arra pont a múlt heti beszédben, hogy hát Jézusnak igaza volt, hogy tényleg ő a mester. De akkor onnantól kezdve, hát szinte elképzelhetetlen, hogy valaki odájön egy másik ember elé, és azt mondja, hogy hívjál engem mesternek. Hát egyszer nem jön ki az egyenlet sehogy se így, ha valaki fölismeri Jézust, mint mestert. És aztán senkit se hívjatok tanítónak. Tudom, ez itt főképp Krisztusra vonatkozik, de most a szépség kedvéért hagyd mondjuk, hogy a Szentlélek, az ember fölismeri, hogy a Szentlélek hozza számunkra az igazság ismeretét. Ha valaki egyszer csak fölismeri, hogy a Szentlélektől hogy van minden, ami az emberben valami érték, de akkor hogy kezdeném magamra mondani ezt? Miért akarom ezt mondani? Mert Jézusnak az a finomsága, hogy pont azoknak, akik azt gondolják, hogy ők nem akárkik ebben az Isten világában. Ő nekik azt mondja, ha fölfedeznétek Istent, mint mennyei atyát, ez meg se történne, amit csináltok. Ha fölismernétek engem, mint mestert, meg se történne az, ahogy ti bántok másokkal. Ha fölismernétek a Szent Lelket, hogy mi az, amit kinyilatkoztat nektek, akkor meg se történne mindaz, ahogyan ti itt éltek ezen a földön. Vagyis ez mit jelent? Hogy az ember, hogyha fölfedezi, hogy ki Isten, és nem használjuk Istent azért, hogy a közösségben betöltött szerepünk által az életünket biztosítsuk, ha az ember fölfedezi Istent, mint mennyei atyát, egyszer csak megérti, hogy ő ki. Hát, ha tényleg azt mondom, te az én mennyei atyám vagy, én egyszer csak Isten gyermeke leszek. Na, akkor ez a kapcsolatunk. Ha egyszer csak fölismerem Jézust, mint mestert, hát akkor mire csodálkozom rá? Ja, hát akkor én egy tanítvány vagyok. Ha fölismerem a Szent Lelket, akitől minden származik, a Teremtő Szent Lelket, hát akkor fölismerem magamat, mint tanítványt. És amikor fölismerem, hogy ki Isten, és már nem használom és kihasználom őt, ezáltal fölismerem saját magamat, akkor egyszer csak olyan tartalommal telik meg, ahogy Jézus azt mondja, hát most már akkor értitek, hát lehettek a legkisebbek nyugodtan, hát szolgáljatok akárkit. Hát innentől kezdve, ha te tudod, hogy Isten ki, tudod, hogy te ki vagy, ebben az összefüggésben tudod, hogy a többiek mint embertársaid. Ebben az összefüggésben egyáltalán nem leszel kisebb, ha mindenkit szolgálsz. Ha senki nem tudja, hogy te ki vagy, most valami státusz vagy szerep szempontjából. Hogy nem tudsz kevesebb lenni, de mondom a furcsa részét, de több se. Tehát most nekiállsz másokat szolgálni, szerinted Isten jobban fog szeretni? Nem fog jobban szeretni, mert most is úgy szeret, ahogy Isten szeret. Jobban a gyermeke leszel, hogyha másokat szolgálsz? Nem leszel jobban a gyermeke, most is teljesen a gyermeke vagy. Jobban a teremtménye vagy? Nem leszel jobban a teremtménye. Nagyobb leszel, hogyha szolgálsz másokat? Nem leszel nagyobb. De amikor az ember fölfedezi, hogy ki Isten, ki ő és ki a másik ember, hogy tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy az egész vonatkoztatási rendszer, ahogy ezt szoktuk mondani, megváltozik. Maga ez a kérdésföltevés, az emberi törekvések, ez a nagy és kicsi, és tulajdonképpen zárójelbe kerül. És egyszer csak ott van ez, hogy van olyan, hogy kicsi, van olyan, hogy nagy, és egyáltalán nem számít. Hogy egyszer nem ez számít. És akkor így most már, hogyha együtt láthatjuk ezt kicsit és nagyot, mondanék néhány praktikus gondolatot. Az első, hogy akkor az ember nyugodtan mondhatja azt, hogy kicsi vagyok,
de Istenhez tartozom. Emlékeztek a viccre, hát mindig ez jut erről eszembe, mikor megy a kisegér és az elefánt a hídon. És a kisegér azt mondja, halljátok, hogy dübörgünk? Hát ez a általunk is ismert vicc, igen, az ember nagyon kicsi, de az elefánttal dübörög. Nehogy most valaki megbotránkozzon ezen. Vagyis miről van szó, hogy az ember nyugodtan maradhat kicsi, hogyha Istenhez tartozik. A következő, hogy akkor hát kidolgozhatjuk az összes szépségünket, értékünket, nagyszerűségünket, tehetségünket, minden nyugodtan kibontakoztathatjuk magunkat, és közben pedig tudjuk, hogy egyáltalán nem kell, hogy a középpontban legyünk. Hogy nem azért kell akkor ettől kezdve kibontakoztatni, mit szoktunk el, milyen szavakat használunk, hogy siker, meg karrier, meg önmegvalósítás. Nyugodtan nekiálltunk akármi szülessen általunk, és ebből egyáltalán nem következik, hogy nekünk állandóan a középpontba kéne rakni magunkat. De közben akkor kihoztuk magunkból azt, ami bennünk van. Következő, hogy akkor ez azt is jelenti, hogy fölfedeztem Istent, a fiút és a lelket, hogy hát ez lesz az önbecsülésemnek a forrása. Hát ha én tényleg ez vagyok, akkor olyan egészen elvehetetlen önbecsüléssel és emberi méltósággal fogok rendelkezni, amit semmi nem tud megrengetni, akárhogy néznek engem. Nincs az a tekintet, amitől én ne lennék Isten gyermeke. Hát nem tud olyan gonosz lenni velem bárki is, és annyira senkinek és semminek tartani, hogy ettől én ne lennék az Isten teremtménye. Hogy ettől kezdve nem lehetséges. És ebből mi következik? Hogy akkor ott van egy nagyon erős önbecsülésünk, és ennek következtében lehet reális önértékelésünk. Az önbecsülés és az önértékelés nem ugyanaz. Az önbecsülésnek az a forrás, hogy Istenhez tartozom, tudom a saját emberi elvehetetlen méltóságomat. És ez lehetővé teszi azt, hogy minden további nélkül azt tudja mondani, hogy ma három dolgot rosszul csináltam. Vagy ezt jól elrontottam. Hát ezt mindenképp jobban kell holnap csinálnom. Vagy szerintem hát ez így biztos, hogy nem jó, és sajnos én csináltam így. Hogy akkor ez minden további nélkül lehetséges. Tehát van önbecsülésem, és nem pozitív önértékelésre van szükség. Nem kell magunkat nagynak tartani, és pozitívan önértékelni, hanem mire van szükség? Reális önértékelésre. És az egész más, nem kell pozitív önértékelésre törekednem, reálisra. És a reális önértékelés alapja az önbecsülés, aminek a forrása Istenhez fűződő kapcsolatunk. Következő, hogy akkor arra is rájövök, hogy nem kell nagynak lenni, maradhatok nyugodtan kicsi, és a kicsi embernek is lehet egy-két nagy dobása. Tehát lenyűgöző, hogy kicsi embereknek nagy dobásai vannak. Akkor azt is mondhatom, hogy átlagember is maradhatok átlagember. És átlagemberként is néha lehet egy-egy rendkívüli tettem. Kedves barátommal, mikor 21-22 évesek voltunk, nagyon terveztük az életet. Lehet, hogy ti is csináltatok ilyet. Most a szónak ilyen lelki értelmi, vagy hogy mivé kéne válnunk, ilyen értelem is. Emlékszem, hogy a barátommal, aki azóta egy 4 gyerekes édesapa, én meg ugye. Arról beszéltünk, és ebben tudtunk megegyezni, hát fiatal emberként, előttünk az élet, hogy nem akarunk kispolgárok lenni. Emlékszem, ezt így fogalmaztuk meg, hogy úgy láttuk ezt magunkon, és azt annál szörnyebb nincs is. Valaki ilyen középszerű kispolgár lesz. És azóta eltelt 30-valány év, találkoztam egy alkalommal ezzel a kedves barátommal. Ő is emlékezett meg én is. A következőt mondta, Feri, én kispolgár lettem. De kedvesen elnevette magát, azt a Feri, én kispolgár lettem, de most már úgy vagyok vele, hogy ez így is jó. Eltelt 40 év, és rájövök, de az is teljesen rendben van. Most megint egy másik élményem, tartottam a beszédet, persze látjátok, mindig valamit, nem tudom, mit szeretnék. Na, és aztán
egy ilyen beszéd után lementem a sekrestjébe. Ott egy nagyon kedves sekrestés hölgy várt, és akkor én hogy elkezdtem még ott neki puffogni, hogy ez miért nincs úgy, meg az nincs úgy. És ez a nagyon kedves sekrestés hölgy a következőt mondta nekem. Feri, mikor látod már be végre, hogy az ember középszerű, de attól még szerethető? És ez a sekrestés hölgy egy életre engem helyre rakott, hogy durrogok, meg puffogok, azt miért nem lehetett jobban csinálni, nyugalom már, Feri. De közben pedig ez a szép, hogy ez a kettő együtt lehet, az ember kicsi, és a nagy dobása van. Az ember átlagember, és kispolgár, és nincs benne semmi rendkívüli, de egy-két rendkívüli dolgot mégis tudunk csinálni. És most egy hitoktató hölgy jutott eszembe, aki lelkemre kötötte, hogy ezt a történetet ne mondjam el. Most látjátok, hogy mennyire egy kiszámíthatatlanul öntörvényű személy vagyok, de hozzá kell tennem, hogy azt mondta, hogy gyerekeknek ne mondjam el. Tehát gyerekek, ti ne hallgassátok, ez 18 pluszos történet. Ugyanis valódi a történet, New York-i metró, egy férfi ember szívinfarktust kap, és bezuhan a sinek közé. Senki nem mozdul meg, kivéve egy fiatal srácot, aki szinte azonnyomban beugrik, és megpróbálja kiemelni ezt a maga tehetetlen szemét, és persze, hogy nem bírja. Hát nem, túl nehéz az ember, magasan van, nem bírja. És közben meg már jön a szerelvény. És hirtelen megérti azt, hogy biztos, hogy nem fogja tudni kiemelni, és mind a ketten meghalnak. És hoz egy döntést, és fogja az embert, és most nem kiemeli, hanem befektette a simpárok közé. De mindenképp meg akarta menteni, ezért ráfeküdt. A szerelvény pedig... Persze nem tudott ott megállni, visszatolatott. Később rekonstruálták az eseményeket, és a következő derült ki. A két ember és a metrókocsi alja között 1 centi távolság maradt. És a riporter kérdezi ezt a fiatalembert, hogy hát hogy volt ez bátorsága, lelki ereje és a többi. És a fiatalember ránézett a riporterre, és azt mondja neki, hát bárki meg tudta volna tenni. És ez szó szerint így van. Ez pont szó szerint így van, hogy ő látta jól. Ő egy átlagember, aki minden további nélkül tudott valami rendkívülit tenni. Nem nagy akart lenni, mert nyugodtan jó volt neki az a kicsiség. Egyébként ennek a történetnek azért lett akkora hullámverése az Egyesült Államokban, mert sok 10 évvel ezelőtti történet, mert most egyszerűen mondom, mert egy fehér ember ájult be a sinek közé, és egy afroamerikai mentette meg. Így a történet még inkább arról szól, hogy nem kell senkinek se lenni magunkat. Oké. Következő, hogy most így mondom, hát kicsi vagyok, hát gyarló vagyok, de gyarlóként is tudok sok jót tenni. Hogy ez milyen felszabadító volt, egy pap mindig ezt mondta, hogy rossz emberek is tudnak jót tenni. Ez szerintem felszabadító. Következő, ez pedig egy tanár mondta, akkor végén nézte az életútját, azt mondja, én az életem elején, hát az vagy 30-35 évig, egy olyan ideges, dühös, na egy ilyen feszült valaki voltam. 60 fölött derűs senkivé váltam. Ez egy jó életpálya. Mikor 60-70 évesen derűs senkik vagyunk, az miről szól? Nem arról, hogy valaki 70 éves korában elvesztette az önbecsülését, hanem arról, hogy 70 éves korában már tudja, hogy mindenképpen kicsi. Közel vagyunk a halálhoz, aztán mindenki belátsa jó esetben, mint az, hogy kicsik vagyunk. Szóval, hogy mindenképpen kicsi vagyok, de az, hogy senki vagyok, az nem azt jelenti, hogy nem számítok. Nagyon fontos vagyok, ezt most már pontosan tudom, de annyira biztos nem, hogy körülöttem forogjon a világ.
És annyira se vagyok fontos, hogy állandóan meg akarja másoknak mondani, hogy hogyan látnak engem. Annyira biztos nem vagyok fontos. És ezért vagyok egy derűs senki. A következő, és már a vége felé vagyunk, hogy akkor mindez hogy valósítható meg? Valahogy úgy, hogy abba hagyjuk azt, hogy Istent akarjuk használni, kihasználni vagy fölhasználni, arra nézve, hogy az emberi közösségben valamilyen helyünk, szerepünk, státuszunk vagy valamink legyen. Hogy Isten nem azért van, hogy mi őt erre használjuk, fölhasználjuk vagy kihasználjuk. A másik, hogy az embertársaink sem azért születtek, hogy mi az önbecsülési hiányainkban és abban a tudatlanságunkban, hogy nem tudjuk ki Isten, nem tudjuk, hogy kik vagyunk mi, és hogy ki a másik ember, hogy másokat arra használjunk, hogy ők valaminek lássanak bennünket, és akkor ezáltal valahogy biztosítsuk az evilági életünknek a fönnmaradását vagy föltételeit. Akkor mire van szükség? Arra, hogy ne Istent és embertársainkat akarjuk szabályozni, rendszabályozni és megszabályozni, hanem önszabályozásra van szükség. Így is mondhatnám, a keresztény ember az, aki önszabályozásra adja magát. És ezt elegáns szóval úgy szoktuk hívni, hogy törekszik az élet szentségre. Ez az önszabályozás. Ez mit jelent? Hogy a szolgálat révén és az önszabályozás révén nem leszek nagyobb. De az a jó, hogy már belátom, hogy egyáltalán nem kell nagyobbnak lennem, sem nagynak lenni, hogy kicsinek lenni egyáltalán nem probléma, hogy valójában ez a vonatkoztatási rendszer, hogy kicsi és nagy, ez eddig itt volt a fejemben, vagy a fejünkben, és nem írja le Isten országát. Hogy Isten országának a világát nem az írja le, hogy kicsi, meg nagy. Amikor Jézus meghal a kereszten, akkor ő ott a legnagyobb, és úgy hal meg, mint a legkisebb. Ennél drámaibb feszültsége és különbsége nincs nagynak és kicsinek, mint hogy a nagy teremtő Isten Jézusban meghal az emberek által. És ha meg akarjuk érteni a kereszténység misztériumát, akkor az nem abban áll, hogy most akkor nagy vagy kicsi, hanem abban, hogy az ember önmagában egyesíti a nagyot és a kicsit, hogy Istenben ott van a nagy és a kicsi, és az ember nem is törekszik másra, mint hogy az legyen, aki. Nem nagynak kell lennünk, vagy megpróbálni nem kicsinek lenni, hanem beteljesíteni, hogy mit jelent az, hogy Isten gyermeke vagyok. Egyszerűen csak megvalósítani magamban azt, mit jelent, hogy Jézus tanítványa vagyok. És valamiképpen átadni magamat arra, hogy általam is megvalósuljon valami abból, hogy a Szentlélek teremtménye vagyok. Az ember tehát nem a kicsiséggel és nagysággal kell, hogy foglalkozzék, hanem sokkal inkább, ahogy Jézus meghal a kereszten, és azt mondja, beteljesedett. Vagyis a nagy lehetőségünk és kihívásunk, hogy beteljesítsük azt, akik vagyunk.